A törpön kívüli. Bifi, rosszul tartod azt a fűrészt? Gyerti törp, te meg mit kalapászod? Vigyázz azzal a létrával, ügyi-fogyi! Törpapa mindig azt mondja, hogy használjuk a kezünket, és... És ne a szánkat! Na várj, csak ezért még megmondanak törpapának. Törpapa! Törpapa! Ügyi, nagyszerű ötlet volt tőled ez a vízimalom, ezentúl már törpjáték lesz, ha búza őrlés. Köszönöm, törpapa! Holnap délután már el is kezdhetjük az őrlést. Figyelem! Amikor azt mondom, hogy rajta, mindenki egyszerre fölemeli a fatuskót. Hát akkor kezdjük! Hé, hol van ábrándos törp? Jaj, de kíváncsi volnék, hogy van-e élet a törpön kívül. Fogadok, hogy van. Lehet, hogy ott meg azon gondolkodnak, hogy a törpön van-e élet. Ábrándos! Valaki odaföntről engem szólít. Itt vagyok! Itt vagyok! Ábrándos! Szia, törperes! Nyomás dolgozni! A többiek sem heverésznek! Kell, hogy legyen élet más bolygókon is, hát muszáj, hogy legyen! Ábrándos, nézd a lábad elé! Lehet, hogy olyanok, mint a törpök. Talán nem pontosan olyanok, mint mi, de hasonlóak hozzánk. Ábrándos! Lassabban! Jól jegyez meg, Ábrándos, hogy más bolygón nincs élet, de itt viszont van. Jó lenne, ha most már te is itt élnél a mi bolygónkon. Vajon hogy nézhetnek ki? Talán mint az emberek? Húha, ezt meg kell néznem! Sehol nem találtam semmit. Jobb, ha szépen hazamegyek. Mi lehet ez? Ez biztos egy űrhajó, ami egy másik bolygóról jött. Jaj, lehet, hogy... Hó, van bent valaki? Úgy látszik, nincs bent senki. Mindig ilyen butaságokon jár az eszem. Élet egy másik bolygó. Jaj! Képzeljétek, mit láttam! Képzeljétek el! Már megint hol voltál, Ábrándos? Szükségünk lett volna a segítségedre! De valami fantasztikusat láttam! Találkoztam egy lényel, aki egy másik bolygóról jött! Marslakóval, mi? De nem hazudok, láttam! Körülbelül ekkora volt a feje, és törperős megmutatom. Ott van az erdőben, és... Ábrándos, neked nincsen időm ilyen butaságokra! Igazat mondtam, tényleg megtörtént! Lusti, legalább te higgy nekem. Törpujátszó, képzeld, láttam egy lényt egy másik bolygóról. Szerinted hogy vagyok én csinosabb? Profilból? Vagy szemből? Törpujátszó, értsd már meg! Mindegy. Azt hiszem, egyformán csinos vagyok, így is, úgy is. Törp, elhiszed, hogy láttam egy lényt, aki másik bolygóról jön? Gondolhattam volna. Hoztam neked ajándékot. Hoztam neked ajándékot. Légy szíves, add ide azt a csavarhúzót. Vajon mire gondolhat? Ez lesz az... Köszi! Kérem a fűrészt is! Kösz! Ez itt sokkal egyszerűbb, mint föllemászkálni a létrán. Hé, Ügyi! Másra nincs szükséged? De igen, Ügyi-fogyi! Tartanád egy kicsit ezt a gépzsírt? Tartanám! Szólj, ha már fogod! Elengedheted! Hé, hová tüntetek? Semmit se látok! A kerékpöcök! Hol a kerékpöcök? Az egészben az a legfontosabb! Várjunk csak, nem ez az Ügyi.
De ez volt az. Most honnan törpítsek helyett egy másikat? Az égből ereszkedett le törpapa, és aztán már itt is volt. Ezüst sisakot viselt, és egy fáról lógott le. Hát, ez bizony nagyon nehéz elhinni. De azért elmegyek veled az erdőbe, és mutasd meg, hogy hol láttad. Ó, köszönöm szépen, törpapa, köszönöm szépen. Ott lesz, közvetlenül a bokor mögött. Hát én ezt nem értem. Pont ott állt az űrhajó. Még lyukat is égetett a földbe. Az az igazság, ábrándos, hogy én itt bizony semmit sem látok. De én láttam, törpapa, és láttam azt a lényt is. Lehetséges, hogy csak álmodban láttad, de most vissza kell mennem ügyinek segíteni. Á, szia, törp! Hát te ki vagy? Azt hittem, hogy az összes törpet ismerem. Na figyelj csak ide! Törpapa! Törpapa, megtaláltam! Megtaláltam! Törpapa! Törpapa! Törpapa, megtaláltam! Gyere, gyere, gyorsan! Gyere, gyere! Látod? Azt hiszem, túl sokat dolgoztál, ábrándos. De törpapa, inned kell nekem. Ő nem igazi törp, hanem... Mondd meg neki, könyörgök! Készítek neked egy kis frissítőt, ha készen leszünk a vízimalommal. Törpapa! Mesélj, mi volt ez az egész cirkusz? Hát tudod mit? Nagyon szépen kérlek, hogy menj el innen. Soha többé nem akarlak látni. Jó, el is megyek. Hova lett? Hova lett? Hova lett? De menj arra, Ügyi Fogyi! Egy egyenes és nagyon-nagyon erős fadarabra volna szükségem. Jó, megyek is, Ügyi. Kerékpöcök kerestetik, kerékpöcök kerestetik, Hű, de érdekes formájú valami. Nézzük csak, egyenes. Elég erős. Ügyi, nézd csak, mire törpentem. Júj, az jó lesz, ugye? Mihez szerinted? Nem is tudom, én még ilyet sohasem láttam. Szerinted jó lesz kerékpöcöknek? Mintha arra teremtették volna. Éppen beleillik. Kezdhetitek, törpapa! Nyisd ki a zsilipeket, törperős! Mi törpént? Nem kéne ilyen gyorsan forognia? Nézzétek, hogy fénylik! Ügyi, mit használtál kerékpöcöknek? Nem is tudom pontosan, törpapa. Ilyesmit még soha nem láttam azelőtt. Akár mi is eszhetjük ki gyorsan addig, amíg nem késő. Most mi lesz elünk, törpapa? Törpök utánam, törpessetek! Biztos nem álmodtam. Vagy talán mégis? Egyszerre milyen szél kerekedett? Jaj. A süteményeim! A süteményeim! Utálom a szamócát. Utálom a ribizlit. Utálom a süteményeket. Törpök, itt nem vagyunk biztonságban. Be kell mennünk a barlangba. Törpjeim, siessetek, siessetek! Ábrándos, gyorsan, gyorsan! Törpapa, ne félj! Foglak, törpapa! Az a ragyogás... Mint ha már láttam volna valahol. Itt kell megvárnunk, amíg ez a szélvihar véget ér. Mitől forog olyan gyorsan a vízimalom kereke, törpapa? Nem tudom, törpilla, de remélem nem dönti romba a szél a falut. Én tudom, ki állíthatnám meg a kereket. Ábrándos, állj meg! Jaj, szegény ábrándos! Ki tudja, milyen messzerű piti ez a szél? Sajnos nem segíthetünk rajta, csak várni tudunk és reménykedni. Hát itt vagy! Segítened kell rajtunk, a szél romba dönti a falunkat. Ugyan miért kéne segítenem rajta? Láttam valamit ragyogni a kerékben. Olyan volt, mint az űrhajód egy darabja.
A vízimalom kerekében. Ott van. Jaj, megtaláltam, megtaláltam. Enyhül a szél, gyorsan meg kell találnunk ábrándost. Szia, viszontlátásra. Vigyázz! 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 Hát, nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Szia, szia. Szia, remélem visszajössz még hozzánk. Tényleg remélem. Ábrándos, hogy te milyen bátor vagy. Hogy állítottad meg azt a nagy kereket? Meséld el! Mit csináltál? Hát az az igazság, hogy nem én állítottam meg, hanem a barátom a másik bolygóról. Jaj, ne kezd ezt megint. Ugyan már, ábrándos. Nagyon unalmas a mesé. Ki nem állhatom azt, ami unalmas. Igazat mondok, láttam. Igazat mondok. Jaj, egyetlen törp sem hiszi el. Én elhiszem neked. Igazán törp, papa. Legalábbis lehetségesnek tartom. Jó utat, barátom. Na látod, most már valóban hiszek neked. Jaj. Magyar hangok. Sinkovics Imre, Málnai Zsuzsa, Balázs Péter, Bata János, Cseke Péter, Gyablonka József, Józsa Imre, Rudolf Péter és Szeregnyei Béla. Magyar szöveg Liszkai Szilvia. Szerkesztő Szőlősi Katalin. Hangmérnök Kertes Ferenc. Vágó Somogyi Péter. Rendezőasszisztens Ambrus Zsuzsa. Gyártásvezető Zorkóczi Erzsébet. Szinkronrendező Mautner József. A szinkron a Magyar Televízióban.